Sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit a csatornámon! Korábban ígértem, hogy a nyáron el foglak titeket halmozni videókkal, és ehhez próbálom is tartani magam olyannyira, hogy az előző videómat fél perce fejeztem be, pont ott. Itt pedig Susu. Egyre több sibát látok mindenfelé. Ez Beninek lehet az oka? A mai videómhoz az ötletet a Fuse-ti adta, ugyanis már Instagramon láthattátok, hogy van egy együttműködésünk, mert szimpatikus volt nekünk a márka, nekik meg mi, úgyhogy egy ilyen, reméljük, hogy egy nagyon csodás együttműködés veszi kezdetét. Szóval a mostani kampányunknak a neve az a Fuse Time, ami azt jelenti, hogy idézőjel kezdődik, a magadra fordított idő sosem kidobott idő, idézőjel bezár. Tehát ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy ha épp nem dolgozom, vagy éppen ki akarok kapcsolódni, ezt hogyan teszem. Alapjáraton ez nálam úgy van, hogy elmegyek trambulinozni és szaltózgatok, vagy épp a biciklivel ugrálok, ugyanis itt annyira kell koncentrálnom ilyenkor a trükkökre, hogy tényleg nem tudok mással foglalkozni, és ez kapcsol ki a legjobban. Viszont rengeteg ilyen videóm volt már, és a másik kikapcsolódás nekem az a Ramival együtt töltött idő. Nem nagyon van ilyen, hogy egyedül szeretnék lenni, egyszerűen a Ramival együtt elmegyünk valahova, nekem az a teljes kikapcsolódás. Azt találtam ki, hogy holnap Ramit meglepem egy piknikezéssel, elviszem piknikezni munka után, és megpróbálom ezzel feldobni a napját. Viszont nehéz lesz piknikezni úgy, ha nincs piknik kosarunk, úgyhogy menjünk és szerezzük be. Hey, remélem, hogy nem álltunk el. Segítség! Tudok segíteni? Köszönöm. Aha. Majd baj, nem ütetted meg magad? Nem, semmi. Csak csúszta. Elesett az úr. És jelesre vizsgázott mindenki, mert egyből oda szaladtak nagyon sokan, és segítettünk neki, úgyhogy remélem, hogy innen is minden oké, és a motor is megjavult. Imádok bringával közlekedni, nem kevés idő spórolok meg magamnak, amit ha szabad időmre tudok utána fordítani. Nyilván rossz épületben vagyok. Így beszerezve, vettem még egy ilyen nagyon király forgó valamit. Most viszont a biciklinek a nagy előnye, hogy gyorsan megyünk, de hátránya az, hogy nem sok mindent tudok vele elvinni, és elég messzire kell elvinnem ezt a nagy pakkot, úgyhogy ez kalandos lesz. Ezt figyeljétek! Bemelegítem a holnapi napra. Hát ez óriási! Hazavitorlázunk! Győzelem! Megvan a szajré! Na! Ezt most megpróbálom egy kézzel kibontani. Szóval, van egy irtózatosan király piknik kosarunk, és egy ilyenünk. De ez így önmagában még üres, és mert ami mindjárt itthon van, úgyhogy ezt holnap délelőtt fogom megcsinálni. Telerakom minden föl dióval. Dióval? Minek bele dió? És már el is érkezett a randidé, Rami elment edzéseket tartani, én maradtam itthon videót vágni, úgyhogy nyugodtan elő tudok készülni. Be is vásároltam, csinálok neki szendókat, meg összeállítgatom a piknikkosarat. Aztán pedig megyünk és meglepjük. Csináltam egy cottage cheese-es fekete erdősonkás sajtos salátás szendvicset, és egy saját készítésű tonhalkrémet. Úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy indítsam be a főzőcsatornámat, akkor azt most jelezzétek kommentben. Pillanatok alatt tudok hatalmas kupit varázsolni a konyhában. És hát itt van nekünk a tegnapi szajrénk, ami így néz ki. Azt a mindenit, ezt figyeljétek. Hát ez nagyon vagány. Jaj, de fog ennek örülni. Hát ez nagyon profi, nagyon tetszik. Na, de tegyük bele az elemózsiát! Szendók bekészítve. Üdítők bekészítve. Nem tudom, hogy remélek melyik a kedvence. Teszek mindegyikből. És ezennel... piknikezésre fel! Majdnem elfelejtettem a bizbaszt. Tudja, hogy ez fog Raminek a legjobban tetszeni. Na lassan Rami végez, úgyhogy indulnunk kell! Meg én komoly pakkal indulok el. Na, azt nem kéne ott elhagyni. Ez így biciklin megint vicces lesz. Indulás! Már most az árnyékból látom, nézd csak, hogy ott forog a kis propeller. Na, az első jó hír, hogy tényleg itt van, és nem valahol pasizni.
Bár ez még nem zárja ki, hogy bent nem azt csinálja. Azt kamusztam neki, hogy egy meetingre megyünk, ahová majd este tényleg, de ezért mondtam neki, hogy vegyen fele valami kis csinipszettet, úgyhogy most már igazából csak várjuk, hogy jöjjön. De nem akar, úgyhogy lehet, hogy tényleg beigazolódik, amit gondoltam, és pasizik. Na. Muszáj lesz megcsörgetni. Na merre vagy? Na én meg kint a bicikliknél, hogy siess, mert elkésünk. Na siess, siess. Csinálok egy laza napi vlogot. Ez micsoda? Te mi? Hát de... Hát még előtte most az a meeting előtt lesz egy kis dolgunk. Ilyen gyorsan, pikpak? Pikpak. Ez micsoda? Hát ez egy kis pakkú. Mm. És ez megy a szok... Vagy hát a nadrágomhoz. Biciklire fel. És elvezetlek valahova, jó? Jó. Már kezdem azt hinni, hogy tényleg nagyon nagy szerencsém van Danival. Tessék, na, eddig is. Mi volt? Büdös Bence. Jesszusom! Ez elég profi. Úristen, hát itt... Hát ezt nem hiszem el. De cuki van. Ez egy kis piknik. Csináltál szendvicseket? Igen, ez most már egy kis piknik. Úgyhogy... Így fog telni most ez a pár óránk. Megyünk vissza majd dolgozni, de szerintem nagyon fontos, hogy kikapcsolódjunk, és így meg szoktuk lepni egymást. Valahogy remélek is összejön valami jobb randi. Tönöm szépen. Most én voltam a soros. De ezen most nagyon jól megvettél, mert el vagyok fáradt. Azt mondja, gyere pacsi, hogy mondtad? Jobb voltam, mint te. Úgy csavarva, megtanul csavarni, azt nézzétek. Hát nézd meg! Hát ez hihetetlen. Viszont most már menjünk enni, mert éhes vagyok. Megnézted ezt a videót, lebb meg valamelyik szerettedet, barátodat, vagy a szüleidet, vagy a párodat, készülj neki estére valami finom kajával, vagy vidd el valahova sétálni, mert ez nagyon jó dolog. Most például azon gondolkozunk, hogy mi most nem megyünk vissza dolgozni. Muszáj lesz, várnak a vendégeink. Mondjuk én most hazamegyek videót vágni, de szegény Rami... Én mindig csak dolgozom. Mindig dolgozik. Nagyon kicsit lassítsatok. Látjátok, hogy mi nyilgázon megyünk mindig. De muszáj néha egy kicsit behúzni a kéziféket is, csak egy órára is, de... Hát vagy akár 10 percre, 20 percre. Ja, vagy annyit. Azon is nagyon sok múlik. Igen. Úgyhogy ezt nagyon tudjuk nektek ajánlani. Szerintünk indulás vissza. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy adtunk egy-két jó tanácsot, és... És menkább azt, hogy megfogadjátok. És kívánom, hogy az életben ti is találjátok egy nagyon jó párt. Én alig várom, hogy már este találkozzak Ramival, veletek pedig egy következő videóban. Köszi, hogy megnéztétek! Sziasztok! Azt hittem, itt tudom tartani, de nem. Tényleg indulunk, sziasztok!